A tavaszi pandémiás helyzet nagyon megterhelte az internetes szolgáltatókat, hiszen gyorsan nagy terhelést kaptak a hálózatok, az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás bevezetése miatt, így az összes fejlesztést ebbe az irányba kellett a helyi szolgáltatóknak is irányítani. Elsősorban a külföldi irányban történő adatforgalmak nagyon nagy mértékben megnőttek, hiszen a távoktatásban vagy a home office-os időszakban a különböző Facebook, Zoom, YouTube alkalmazásokat használták az emberek. Gyakorlatilag a most kialakult helyzetben, tehát egy novemberben ezeket a forgalmakat várjuk. Különösebben erre már nem kell felkészülnünk, tehát a hálózatok ugyanúgy bírniuk kell a terhelést, hiszen ennek a fő próbája már tavasszal megtörtént. A 30 napos ingyenes internetről mi is csak a médián keresztül szombat délelőtt értesültünk. Sajnos a Giganetet, mint kisebb szolgáltatót és több más kisebb szolgáltatót nem keresett meg a kormány, csak a nagyokkal egyeztetett. Most hétfő van, igyekszünk itt egy különös tábülésen ezt megbeszélni, hogyan tudunk erre reagálni. Nyilván, ami a közlönyben megjelent, az kötelez. Most mi egy kis türelmet szeretnénk kérni az előfizetőktől, egy-két napot, hogy ki tudjuk ennek az eljárásrendjét ki tudjuk dolgozni. A honlapunkon mindenképpen közre fogjuk tenni, hogyan kell majd ezt a kedvezményt igénybe venni. Az ügyvezető elmondta, kiemelkedő ügyfélszám növekedést nem igazán várnak a mostani időszakban, bár november-december hónapokban intenzívebb a bekötési szám, tehát sokan rendelnek új szolgáltatásokat. Az ügyvezető úgy gondolja, a mostani időszakban várhatóan nagyobb díjcsomagokra váltanak majd az előfizetők. Addig, amíg a vezetékes szolgáltatások kapacitásai elég jól bírják a terhelést, hiszen egy kábeles struktúrát sokkal jobban lehet skálázni, addig a mobil hálózatok többnyire kiszámíthatatlanok. Tehát egy mobil hálózat kapacitásai sokkal kisebbek, tartalék kapacitásai. Nyilván ez a tavasszal is kiderült, tehát nagyon sok szolgáltató adott plusz gigabájtokat, és hát kellően terheltek is lettek a hálózatok. Valójában arra, hogy a három mobilos mit készít most, erre nincsenek információim, de az alaptechnológiából adódóan minden bizonnyal ott hamarabb lesznek dugulások a hálózaton. Az ügyvezető hozzátette, a kormány által most bejelentett 30 napos ingyenes internet szolgáltatás a kisebb szolgáltató cégek esetében is jelentős bevétel kiesést okoz. Hozzátette, november végén ezt már összegszerűen is meg tudják majd mondani, de előre láthatóan december hónapban az ő cégük esetében ez akár több millió forintot is jelent.